Ez egy olyan ősgeszt, amit még a honfoglalás korában írtak. Tehát ez tulajdonképpen a leghitelesebb és legkevésbé manipulált geszta, ami a legrégebbi is ugyanakkor, és ez ír a tárnyaköldi határól, ahol a hunok, amikor visszajöttek, mert a rómaiak elfoglalták a Dunántúlt, akkor összecsapott a hun és a római sereg, és Tárnoföldnél, Esztergom környékén, ahol volt egy olyan óriási és az egész világon párját építő vallási központ, ami négy világvallásnak adott központot, és egyszerűen négy világvallás élt békében egymás mellett, több mint 10 000 négyzetkilométeren a Pilisben. Ilyen szerintem Kínában és sehol a világban nincs, semmilyen végén nagy ősznépnél nem volt, de magyaroknál volt, és pontosan itt csaptak össze a hun és a római seregek, és itt 40 ezer ember esett el. Mégsem tud róla a történelem, azért, mert a hunok győztek. Szeretnénk igazából élni, és igazi életet belelőni ebbe a teszthalott világba, amit a társadalomnak ezek a furcsa törvényei valahogy egy olyan felszínes világot hoztak ide, hogy mindenki, senki sem érzi magát maradéktalanul boldognak, sőt majdnem minden ember úgy érzi, hogy a társadalom sokkal jobb lehetne. Mindenki valahogy le van békózva, le van nyűgözve valami furcsa és nem látott hatalomtól, és mindenki él egy olyan elviselhetetlen életet, ami szinte semmi köze nincs ahhoz, amit minden ember szeretné, tulajdonképpen mit csináljuk a társadalmat, mégsem azt éljük, amit szeretnénk. Senki nem azt éli, mi tulajdonképpen csak rajtunk múlik, és mégse csináljuk meg. És valahogy azért szeretnénk mi a mi módunkon, tehát zenével egy olyan erőt belelőni ebbe a vegetálásba, ebbe a teszthalott életbe, ami egy kicsit az egészet föl megmozgatja, és hát ha akkor elkezdünk gondolni, hát ha utána újra elkezdődik a vérkeringés ebbe a zsibba teszthalott testben, és hát ha akkor valami gondolat is megmozdul még a végén. Egyszer megkérdeztem a vágtázó halott kémek vezetőjét, a csillagász dr. Grandpierre Attilát, ha itthon üldözik őket, nyugaton meg olyan nagy sikereik vannak, miért hadakoznak itthon? A válasz az volt, majd ha bolondok lennénk elmenni, hiszen ennyi izgalmas témát nekünk egyetlen ország sem kínál. Ez volt a Stúdió 92. augusztus 17-én. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!